Ez Karácsony Gergely árnyék kormánya, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje ma mutatta be, ki kell dolgozni együtt a Karácsony kabinetben. Azokban a pártokban, amelyeknek a szövetségét én vezettem, rengeteg felkészült szakpolitikus van. Mégis fontosnak érzem, hogy azokon a területeken, amelyeket most visszaadunk a kormányzásnak, olyan szakértők dolgozzanak, akik a mi szövetségünk értékvilágát képviselik, de nem pártos gondolkodásúak. Az önálló egészségügyi tárcát Komáromi Zoltán házi orvos vezetné, Daróczi Gábor a Roma Versitas alapítvány volt igazgatója lenne az oktatási, Hegyesiné Orsós Éva pedig a szociális miniszter, Andor László volt EU biztos gazdasági és foglalkoztatás politikai miniszter lenne. Mellár Tamás a KSH egykori elnöke pénzügyminiszterként, Wittinghoff Tamás budaörs polgármestere pedig önkormányzati miniszterként dolgozna. Az árnyék kormány tagjai a programjukról is beszéltek, Ámon Ada az Energia Klub egykori vezetője például azt mondta, környezetvédelmi miniszterként megállítaná a paksi bővítést. Felfüggesztjük, vagy felülvizsgáljuk, és leállítjuk a paksi 2-es bővítési projektet. A Fidesz úgy reagált, Karácsony Gergelyt soros emberei veszik körül, a párt alelnöke szerint ráadásul túl korai a kormány névsor. Várjuk meg április 8-át, hogy mit mondanak az emberek, aztán utána kell szerintem kormányt alakítani, meg frakciókat, meg minden egyebet, mert hát a választás az mégiscsak az emberekről szól. Mivel Karácsony Gergely koalíciós kormányzásra készül, így egyelőre csak a miniszterek felét mutatta be.